Most egy kisebb méretű munkán dolgozom. Van egy Magyar Festők Társasága nevezetű csoport, akikhez tartozom, és készülünk egy csoportos kiállításra Budapesten, és azt a címet kapta, hogy Zöldövezet, és erre fogok dolgozni. Picit a zöldbe megyek ki, és kicsit a bontakozó tavaszi természetet jelenítem meg. Akrillal dolgozom, és alapvetően nem ecsettel hordom fel a felületre a festéket, hanem festőhengerrel. Ez a henger, ez egy szivacsos felülettel rendelkezik, ami nagyon finom áttetsző felületek létrehozását engedi meg, és én nagyon szeretem az áttetszőséget, és talán ez a legjobb eszköz ahhoz, hogy én ezt meg tudjam jeleníteni a munkáimon. Egy rétegződést pedig úgy tudok létrehozni, hogy ilyen kitakaró maszkoló folyadékokkal, maszkoló szalagokkal hozok létre a felületen egyfajta játékot, és erre egy következő réteget, egy következőt. Tehát gyakorlatilag az alkotás teljes valójában a legvégén kerül napvilágra, amikor ez az összes réteg, ez az összes eltakarás, az összes maszkolás lekerül a felületről. És akkor válik tisztává az a ritmus, az a rendszer, amit én felépítettem a kompozíciómban. És ami még talán a munkáimnak az ismérve, hogy mindig valahol egy pici fény, egy pici csillogó, vibráló felület megjelenik, ez pedig ilyen füstfóliával hozom létre, és ez az utolsó momentum, amit ráteszek a felületre. Törzsgyökeres nyíregyházi vagyok, tehát elsősorban a család az, ami ide kötött, tanulmányaim is ide kötöttek, itt a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolában végeztem, majd itt folytattam, még akkor főiskola volt, Bessenyei György Tanárképző Főiskolán a tanulmányaimat, és itt is maradtam dolgozni, tehát itt kezdtem el a művészetet oktatni. És közben jött egy nagyon szép szakasza az életemnek, a család alapítás, és itt valamilyen szinten döntöttem, hogy mi lesz az első, amit előtérbe helyezek, és a család volt, tehát így maradtam itt Nyíregyházán. Természetesen párhuzamosan futottak az én művészi projektjeim, de mérlegeltem hosszú távon. Az üveg az egy szerelem. Az rögtön az első pillanattól kezdve azzá vált. Középiskolában üvegművesként végeztem, és egy fantasztikus mesterem volt, aki megmutatta ennek a rideg, de mégis nagyon izgalmas anyagnak a lehetőségeit. Majd a tanulmányaim egy picit más útra vittek, egy kicsit megismerkedtem a grafikai technikákkal, abban mélyültem el, végül a festészetnél kötöttem ki. És a festészetemben én azt gondolom, hogy mind három megtalálható, hiszen rétegekből építkezem, fényeket jelenítek meg, áttetszőséget jelenítek meg, valahol a grafika és a festészet határvonalánál mozgok. Az üveg maga, mint alkotás, az is megmaradt ilyen jellegű munkákban. Ez egy társművészet inkább, tehát nem önálló plasztikai alkotásokban gondolkodom, hanem mindig egy tér, egy millió beillesztek elképzeléseket. Alapvetően én is csendes forradalmárként alkotom a műveimet, hiszen valamire
felhívom a figyelmet, minden egyes alkotásban valamire rávilágítok, ami számomra fontos, vagy mondjuk azzal felhívom a társadalom, vagy a szemlélőknek a figyelmét, hogy álljanak meg, nézzenek oda, vegyék észre azt, amit én is észrevettem. És akkor onnantól kezdve már lehet másképp gondolkodnak, vagy bennük is elindul egyfajta folyamat, egy másabb gondolkodás. A hétköznapi csodák, amik mellett hajlamosak vagyunk elmenni, egy apró fényjelenség, egy apró kövek között kibújó növény, ami megtalálja az utat, és utat tör magának, és élni akar. Egy árnyékvetés. Engem például azok is nagyon elvarázsolnak, hogy milyen érdekesen tudnak a formák árnyékként megjelenni. Több munka is született ezeknek az inspirációjából, illetve majdnem, hogy mindegyik, meg hát a gyerekek, a gyerekeknek a csodái. Ezen az alkotáson a fiaimat láthatjuk, kicsik voltak, és önfelettek, és játékosak, és nyitottak a világra. Ezt próbáltam megjeleníteni a mosolygós, ténykedős testtartásukban, ahogyan az udvaron játszanak, és nem érdekes, hogy fülükig sárosak lesznek, hogy életet ültetnek, virághagymákkal dolgoznak, és ez egy pillanatkép volt a mi életünkben, de azt gondolom, hogy muszáj volt megragadni, és örökké valóságnak megalkotni, hiszen én azt szeretném, hogy ezek a fiatalok, akik a jövőt megteremtik, azok ilyen hasonló habitussal álljanak hozzá a jövőjük alakításához. A fiatalkori festmények egész más habitussal készültek, egész más színvilágban, lehet talán egy picit harsogóbb, egy picit erőteljesebb, élénkebb, és ahogy így haladunk a korban előre, ahogy sok mindent megélünk, én például csendesedek, és megpróbálok eszenciálisan létrehozni gondolatokat egy-egy műben. Sorozatokban nagyon nem gondolkodom. Tehát én úgy érzem, hogy amit én szeretnék kifejezni, azt egy vagy maximum két műben, három műben létre tudom hozni. És nem fontos számomra, hogy még tovább beszéljek róla, hanem az ott egyben megjelenik, és az egyben mondja el az én gondolataimat. Abszolút tekinthető arszpoétikának. A képnek a címe az, hogy a fény mindig ott van, és én úgy gondolom, hogy mindenkiben ott van a fény, és minden élethelyzetben ott van a fény, és erre kell fókuszálni, hiszen az a fény, az kiutat jelenthet bárhonnan. És ezen a képen egyébként egy nagyon szép régi fagerendás épület látható, aminek a belseje már romlik, az állaga nyilván az idő vasfoga meglátszik rajta, és az az elmúlást jelképezheti, vagy az elvesztést, bizonyos dolgok, emberek elvesztését, de akkor is a repedéseken, vagy a deszkák között az a fény, az mindig megtalálja az útját. Mindig törekszem a harmóniára, tehát ez egy nagyon fontos momentum az életemnek, a művészetemnek,
hiszen muszáj harmóniában élnünk, hogy előre tudjunk lépni, hogy minden egyes lépcsőfokra föl tudjunk lépni, hogy megéljük azokat a pillanatokat, amik körülvesznek, és még ha egy diszharmonikus helyzetbe is kerül az ember, mindig meg tudja találni azt a pontot, ami visszabillenti a harmóniájába. Én erre tölekszem, ezt tanítom a diákoknak, ezt tanítom a gyermekeimnek is, hogy mindig meg kell találni azt a komfortos létet, amiben tudnak létezni. Vannak korszakok, amik hatással voltak rám, és itt az impressionistáktól elindulva, ugye ott a fény megjelenítése elsőként kapott olyan nagy szerepet az alkotásokban, mint mondjuk most nálam már. De valahol a stilizálási folyamat, amit én megvalósítok a kompozícióimban, az pedig a kubistákhoz köthető, és vannak azért olyan munkáim, amik erőteljesebben tartalmaznak ilyen sikrabontott felületeket. Most már azt mondanám, hogy ez inkább ilyen lírai absztrakció, amit én létrehozok, de ha az üvegmunkákra gondolok, akkor Tiffany neve kerülhet előtérbe, hiszen ezek a darabokból összeépített egységek, amiket létrehozok, akár tér, akár sík felületen, ezek tőle származnak. Tehát kiforrott az az út, ahova én már eljutottam, és ugye sok mindenből táplálkoztam, hogy idáig eljussak, és valahogy kialakuljon ez a stílus, ami rám jellemző, de mindig van valami új, amit még lehet bontogatni, ami még új lehetőségeket ad számomra. Tehát nem gondolom, hogy itt vagyok készen, hanem ez majd még folytatódni fog. Ahogy öregszem.